hagyd beszélni nyűszképekbe, hogy a szobor az illusztrálja a bözörni, és az, az őszi színeket. És mióta? Ó, nem a sok kezét! A Baltazár iskolások is megnézték Sűrésné Molnár Marika festészet napjára készített alkotását a főtéren. Szabadtéren is festettek ugyanis a Magyar Festészet Napja alkalmából, október 20-án a helyi alkotók. És nem csupán ők, hiszen gyerekek, óvodások és iskolások is csatlakoztak a felhíváshoz. A Napsugár óvoda körte csoportos apróságai így a főtéren falfirkán alkothattak kedvükre. Országosan is még csak 2002 óta van festészet napja. Néhány lelkes képzőművész találta ki ezt az alkalmat. Egyébként Szent Lukács napjára esik ez a nap. Ő a festők védőszentje. És igazából mi már a kezdetekkor bekapcsolódtunk ebbe az akcióba, itt Hajdúböszörményben, és az a cél, hogy egy kicsikét népszerűsítsük a képzőművészetet, a festést, a rajzolást, kicsik és nagyok körében egyaránt. Itt tudva levő, hogy Hajdúböszörményben elég sok képzőművész, alkotó él, akik szeretnek ezzel foglalkozni, és úgy gondolom, hogy megérdemel annyit a képzőművészet, ez a téma, hogy egy ünnepet rendezzünk erre az alkalomra. Hajdúböszörménynek az is értéke, hogy nagyon sok természeti és épített értéke van a városnak, tehát van mit megörökíteni, és emiatt találtuk ki, hogy legyen tájképfestő műhely itt, ebben a városban, ami lehetőséget ad arra kicsiknek és nagyoknak is, hogy a tájat, az épített örökséget megörökítsék. Kiállítást is szerveztek, mégpedig akciókiállítást. Mi a tapasztalat, hiszen évről évre megtartjátok ezt a programot? Hát az lenne a cél, hogy szabadtéren is fessenek a gyerekek, felnőttek. Van, aki egyébként folyamatosan fest szabadtéren. Tudjuk, hogy Magi Zoltán rendszeresen festett kint az utcákon, hajdúböszörményi tereken, kint a földeken, a szántóföldeken is, és ezt a hagyományt szeretnénk egy kicsikét feleleveníteni itt a városban, de úgy látom, hogy nem idegen ez az itt élő alkotóktól sem, hiszen ők is szívesen festenek kint a szabadban. A beérkezett alkotások az őszi tájképek témáját dolgozták fel, és a program a héten tovább folytatódik. Pénteken este előadásokat kínálnak a szervezők. Lila! Lila! Lila!